Itt vagyunk az akváriumban. Ilyen technikai főpróba jelleg, ha itt körbenéztek, meglátjátok, hogy itt le van jelölve a nézőtéren, mert ugye az aréna színpad annyira nagy, hogy az akva nézőtéren szimuláljuk le. Le vannak jelölve a dolgok, DJ asztal, stb. Nyilván nincs ideépítve a díszlet, de az a lényeg, hogy itt most leszimuláljuk bizonyos tekintetben a koncertet, próbálunk a táncosokkal, harsonásokkal, mindenkivel, és megnézzük, hogy mizu. Igen, kettőre jönnek a harsonások is. Ja. Oh, nincs annyi fülmonitorunk? Hát, de van. Jó. Csak nem mondtam. Hello. Sziasztok. Krisztián. Hello, hol a Krisztián? Gábor. Szia. Papa. Szia. Legyen bent, vagy játsszuk el, hogy kint van, mint a koncerten. Teljesen mindegy, mert te lesz egyszer állítva, és onnantól nem jólok hozzá. Akkor legyen kint. Jó, akkor legyen itt! Faszalad veled. Nem csak szóba van, hanem már azt a stresszt is megrakom, amit akkor fogsz. Nagyon jó. Milyen stresszt? Ez átlag szombat. Péntek. Figyú eszti, ruhákat. Még úgy sincsenek meg, úgyhogy az ilyen ruha csere próbákat, ilyesmiket nem csináljuk, de majd mindig mondom, hogy most átöltöznék, jó? Jó, mert elfelejtettem elhozni a ruhákat. Egyfelől van ez a kicsit hosszabbított eleje és meperem, ami ellen valószínűleg nem fogok túl, de cserébe itt is még így visszalejt, és talán arra ösztökél, hogy itt fogjam. Hey! Jó is nekem a hangerő amúgy. Hey! Jee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 
nevet kicsi még! Eljött most két gyereket sík! Ja, fullos. Amúgy nekem tök jó szó. Így többé féletek soha nem kell! Hey! Még van egy egyébként. Akkor nézzük meg azt is még előbb, aztán majd visszatérünk valamelyikekről. Érdekes, hogy sokkal jobbak a pék. Jump a Mexico, GC. Nekem ez a legjobb. Akkor nyertünk. Ez nektek, neked is úgy tűnt, hogy fasza? Igen. Nem tudom megmondani, hogy miért, de hogy annyira ilyen stabilnak érzem mindegy, mit csinálok, és hogy nem úgy stabil, hogy így azt érzem, hogy ilyen túlérzékeny, hanem csak, hogy ilyen... Ez igen, ez tök jó, tök de jó. De ez most a Krisznek az alap Sennheiser mikrofonja? Nem, ez is hoztuk el. Ez a Shure. Igen. És ez van, hogy van a nagyon drága dolog, ez még attól is drágább, és akkor arra még raktunk egy még drágább fejet, hogy... Jaj, de jó vagy, tesó! Véletlen lenne, hogy a legdrágább a legjobb? Emlékszel, hogy azt mondtam, hogy marad pár millió forint az arénából? Nem fog. Nem baj. Azért. Egyszer elevenítsük föl, igen. Én csak hármat ütök. Értem. Én nem vagyok a folyékony gyerek, mint te. Gyerek, bazd meg. Higanyból vannak a csontjai. Higanytestű, Misi. Ki találtak ki amúgy, hogy ebben mindenki táncoljon? Majka. Félő. Mindenki táncol. Mesis Guzman? Hát úgy. Druk? Van azért. De szerintem minden sinálom. Úgy nem szoktam stresszelni, hogy WC-be menjek, inkább csak, hogy... Leginkább azon stresszelik, hogy a koncertet megelőző hetek, vagy nehogy beteg legyek. Aha. Az kúra szarvad van. De most is ugye
a turnén is az volt, az első hétvégét lenyomtuk, és mire hazaértem, meg betegedtem, de akkor érted azért a második, meg a harmadik hétvégét, azt azért még betegen kellett nyomni. Aha. Nem gyógyultam meg? Nem teljesen, nem. De úgy nem volt fészes, meg úgy... Egyébként megnyugtató is volt, hogy betegen is el tudtam énekelni a dalokat, és kicsit meg is nyugtatott, hogy jó, ha nagyon nagy gázom, és beteg is vagyok az arénában. Nem ilyen katasztrófa, nem, csak így köhögtem, taknyos voltam, egy napot voltam látos. Tudod mit, Gábor, az Ike-nak a metronóm tracket ne add be, mert nekik nem fog kelleni. Nekem fel a zenét, meg a saját hangomat nyomatott bőven feljebb. Aha. Mi koncert volt, és elhívtam még egy kicsit, hogy végültem és segítettem rajta. Úriember vagyok! Geci rendes fajta! Meggyőződésem, hogy nincs vagy még 200 ember, aki pont ugyan erre kell. Mi adtunk, mi pedig most átbeszéljük, mert gitár, szintét megcsináljuk és végnyomjuk az egész koncertet. Jó, de várj, úgy versenyzünk, hogy ugyanott kell állni. Itt állunk. Te is beszállsz, Eszter. Jó. Na, ki kezdi? Eszter. Nem, Krisztián kezdi. Jó, de akkor a többiek addig csömbbe. Jó. Yeah! 94. Születési évet, tesó. Amúgy tényleg, dilom. Na, megnézzük, hogy a 95-öt meg tudom-e húzni. És 99! De várjál, olyan sikítani! Nem volt kritérium, hogy nem volt kritérium. Sikítani. Lehet sikítani? Amit akarod. Vagy egy kicsit messzebb állsz, Eszter, gyere ide állsz. Az is 92, szerintem a fölé nem tudom. Végeztünk, nem is tudom mennyi az idő, megnézem mennyi az idő. 7 óra van. Igen. Akkor 8 órája vagyunk itt. Lepróbáltunk mindent, megnéztünk mindent, megbeszéltünk mindent, leteszteltünk mindent. Mindenki kúra fáradt, most lebontjuk a dolgokat. Befakolok a jó öreg meccsszínű Nissanba, aztán megyünk haza. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Gyorsan becsekkolok a vlogba, és utána nyomjuk is, mert nagy vlogger lettem. De becsekkolhatsz te is, ha szeretnél. Sziasztok, itt vagyunk, és forgatunk. Gyertek! A LED falon a koncerten lesznek bizonyos tartalmak, Sisi mama is itt van velünk, és forgatunk ezt-azt, és ez fog most történni, és persze nem lőhetjük le, hogy mi fog történni, de majd ilyen lényegtelen jeleneteket mutogatunk. Itt Funkadeli stúdiójában dolgozunk ma, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Funkadeli stábjával, úgyhogy a Funkadeli mögött álló háttérhatalom ma bemutatkozik a vlogomban. Alig várom. Jó. Sziasztok! Saját lakásukon csak a forgatások, pedig én azt figyelem. Ma úgy lett volna dolgotok? Igen. Mi? Hát dolgozni. Mert az a baj, ez a szarra. De figyelj, ha egyenletesen mozgatod nagyon lassan, akkor így leköveted a nap mozgását. Szerintem most ennyit csak elvárhatunk tőled. A fönn így is úgyis lesz egy rég. Jó, kifogásokat én is tudom mondani, bazd meg. Azok nem dínók. Ja, nem? Van az is.
Van, ez egy része. Egymástól teljesen függetlenül sok komoly érett férfi nagyon szereti a dinókat, én úgy látom. Itt az Ádám meg a gyerekei szeretik. Nem örök. Ez vagy fel. Az vagyok én. Én ő vagyok. Mint egy dinó. Én ez vagyok. De nézd csak ezt, hogy milyen érdekes, hogy pont az a rész, amiben már nem vagy, az a legtöbbet visszajátszott. Igen, ez tényleg érdekes, mert pont ez a rész, amiben te sem vagy, hanem az Azaria. Wow. Igen, ahogy Giorgio Betonfi az Azaria, igen. Na mindegy. Mindegy. Jó lesz. Na jó. Hát én nyit a kajtót a borkának kvázi, tehát hogy... Kérem a színpadon leszel? Hogy lesz ez megoldva? Itt sem szerepeltél a kiszínűt. Na, tegnap elpróbáltam, és úgy voltam vele, hogy igazából a többi részét is tudom, szóval elmondhatom. Csak ezt. Te rappeld már végén, itt az egész dolog. Ez volt már a Klubi Vlog valahanyadik része. Mi még nagyon jól fogjuk itt érezni magunkat, és reméljük, hogy ti is otthon. További jó szórakozást! Sziasztok! Péntek reggel 9 van, pontosan 2 hét van az arénáig. Most fogunk találkozni a Zsütivel, aki a klubi mörcsöket, meg Mirror Games mörcsöket, meg még mindenféle egyéb mörcsöket intéz, illetve fellépő ruhákban is néha segít. Megnézzünk 2 ruhát, az egyik egy fellépő ruha lesz, amit még nem fogok előni. Másik meg, hogy dolgozunk egy olyan mörcsön, vagy szerettem volna egy olyat, ami gyakorlatilag olyan, mint egy focimez, és hogy név személyre szabható, hogy milyen név kerül a hátuljára, és mindenki egyedi számot kap. Csak nyilván az van, hogy megnézed, mennyibe kerül egy ilyen eredeti focimez, az 40 plusz 1000 forint. És ja, hát sokkal olcsóban mi sem fogjuk tudni megoldani valószínűleg, mert egyszerűen ennyire, hát vagy azon, hogy lejjebb kell adni a minőségből, amit nem szeretnék, hanem azt szeretném, hogy tényleg fasz legyen, főleg, hogy ilyen limitált egyedi cucc. Vagy az van, hogy hát ennyi a gyártási költsége, de próbáljuk ezt az egyedire gyártott dolgot így megoldani. És ezt jöttünk most megnézni, az első mintapéldányt. Enyém lesz a 94-es szám, Ruby, és 1-től 99-ig lehet majd megvenni a többit előbb-utóbb, ez valamikor az év során lehet, csak nyáron, nem tudom. És ennyi, ezen kívül természetesen megint kicsit betegnek érzem magam most, hogy múlt hónapban is beteg voltam, meggyógyultam, most 2 hétig bírtam, de megint elkaptam valamit. De rendben rakom magam arénáig, aztán baszatjuk. Ennyi. Mindjárt jön a Zsüti, aztán nyomjuk. Nézd meg a Zsütit, hol áll meg, nézd meg! Ott szarik rá, ezek a törvényeket, nem tiszteli. Fő. De ez volt a cél, vagy nem? Nem tudom, mindjárt megnézem tükörbe. Jó. Már 26-ig, hogy rövidebb újjak. Tehát kicsit ez az európai foci, mert jó, fiat, a fazon inkább. Meg válva is egy nagyon picit széles. Kicsit szűkebb, tehát mindenben jó. egy méretbe lejjebb menni. Nem baj, ezt használjuk mint a darabnak itt, és csinálunk neked egy újat. Meg minden az színek, anyagok, minden tökéletes szerintem, meg nagyon jól, tehát még jobban is néz ki amúgy élőben a szín, mint amit képen gondoltam, hogy fog egyébként. Ez az ilyen kicsit, nem tudom, hogy mondják ezt, nem ilyen élénk bordó, hanem kicsit ilyen, szerintem nagyon jól néz ki, hogy ilyen. Úgyhogy kb. Jobb nem is lehetne, csak tényleg a maga fazon, hogy ez rövidebb, szűkebb, kicsit feszesebb. De akkor legyen ez a fazon, csak nekem egyen kisebb. Oké. És akkor nézzük meg ezt. Nézzük meg a csodát. Köszönöm szépen a mai figyelmet. Like.